szobád nem fér el több ridikül. Egy rúzs, két rúzs, meg a huszadik túl kevés. Egy konyha kés. Na meg itt van két bankkártya és túlélésre mindig kész. Egy rendes nő minden terhet elbír. Pont mit? Egy ridikül. Kellemes délután kívánok a kedves nézőknek! Ez a Ridikül, napi női talkshow a Dunán minden hétköznap, de nem csak nőknek. Mai témánk sikeres fiatalok. Mai beszélgetőtársaink ifjabb Richter József, Hortobágyi Károly díjas magyar artista művész, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója. Fiatalkora ellenére már teljesült legnagyobb álma, 2018-ban feleségével közösen elnyerte az Arany Bohóc díjat, amely a szakma legnagyobb elismerése. Somogyi Tibor, startup vállalkozó. Mindössze 29 éves, de már több saját projekt is fűződik a nevéhez. Mint a fiatal és modern vállalkozások elhivatott támogatója, a cégvezetés mellett fiataloknak segít beindítani saját üzletüket. Svoboda Bence, 9-szeres magyar bajnok motorversenyző. Első motorját 8 évesen kapta, és már rögtön az első versenyszezonban dobogós helyezést ért el. Azóta nem csak itthon, hanem a nemzetközi porondon is letette névjegyét, Ausztriában és Csehországban is bajnoki címet szerzett. A műsorvezető pedig Diósi Klári. Szenvedély, szorgalom, szakértelem. Szerinte a három S-betűs fogalom jó, ha már fiatalkorban kialakul, így könnyebb sikeresnek lenni. Hölgyem, uraim, parancsoljanak! Azt hiszem, hogy a siker az egyáltalán nem korhoz kötött. Jó napot kívánok mindenkihez, és számos olyan fiatalt ismerek, akiket az egész ország elismer, persze a teljesítményük alapján. De mi kell ehhez a bizonyos sikerhez? Tehetség, egy jó ötlet, vagy éppen jókor lenni jó helyen? Hát itt ül majd most négy fiatal, aki elmeséli önöknek a történetét. Hát én azt gondolom, hogy azért ez a siker szó, ez ott jó érzés ebben lubickolni, de ezt el kell érni, tehát ez nem jön azonnal. És Joci, hogyha rád nézek, akkor érdekes dolog ez, hogy a cirkuszba beleszületni adott az ember útja? Nem feltétlen, mert neked is volt kacskaringó. Mire újra ugyanott kikötöttél, hogy is volt ez? Igen, hát nem olyan egyszerű az embernek az élete, attól függetlenül, hogy beleszületik egy ilyen hetedik generációs cirkusz családban. Hetedik generáció, elképzelni is sok ez. Igen, tehát ez már az 1820-as évektől vannak feljegyzések, hogy a család minden tagja szinte a cirkusszal foglalkozott. Köszönöm. De ez nem azt jelenti, hogy ez természetes volt, hogy én a cirkusszal fogok foglalkozni, ugye ebben nőttem fel, nyilván gyerekként ezt szívtam magamba a poronnak az illatát, viszont tinédzser koromban mégis úgy gondoltam, hogy én más fele fogok, más irányba megyek el, és versenyszerűen elkezdtem teniszezni, és a legnyolc közé bejutottam a korosztályomba, de valahogy mégis hiányzott valami, tehát a fény és a csillogás, az a millió, amit a cirkusz tud adni, ugye azt szokták mondani, hogy akinek a forgácsa talpára ragad, az nem tudja onnan levakarni, és hát én vagyok erre az élő példa, mégis visszajöttem a cirkusz világába, de nem bántam meg semmit, úgyhogy nagyon örülök, hogy így alakult de az életem. Azért mennyire egy más világ, mert ha úgy veszem, akkor a tenisz azért mégiscsak egy monotonabb, egy magányosabb dolog, ugye? Ebben is különbözik, lehet, hogy ez is húzott vissza. Nagyon sok mindenben különbözik, de sok mindenben hasonlít is a két életforma. Igen, a teniszben azért nagyobb a monotonitás, tehát nagyon sok edzések vannak, ami ugye minden nap nagyjából ugyanarról szól, és a cirkuszban nincs két egyforma nap, tehát ott az ember mindig új embereket ismer meg, új helyszínek, új országokban jár, és aki ezt megszokta, annak ez egy idő után hiányzik. Tibor, startup vállalkozó, lehet, hogy 10-ből nem 10 ember tudja megmondani, hogy mivel is foglalkozik, és hát jócskán egyetemista voltál, amikor úgy kipattant a fejedből valami, akkor indított el téged azon az úton, hogy ha keresek egy rést, valami olyan rést, ami még nincsen, ilyen fiatalon, akkor abból lehet valami? Vagy az egyetemen egyébként ez? Nagyon sok rést kerestünk, de végül a vállalkozásoknak kötöttünk ki. Egyébként, hogyha már a Joci ugye arról beszélt, hogy hogyan szívta magába ezt a fajta szakmát, tudást. Tulajdonképpen a vállalkozás számomra az önmegvalósításnak egy olyan formája lett már az egyetem korai éveiben is, amikor kerestük azokat a lehetőségeket, ahol tulajdonképpen ki tudunk teljesedni gondolati kreativitás szinten, tehát tulajdonképpen hagyjuk szárnyalni ugye az elménket, hogy nem köti meg a kezünket semmi. Tehát, hogy van egy ötletünk, akkor ezt igenis piaci alapon meg tudjuk úgy valósítani, hogy az embereknek valamilyen adott problémáját kielégíti,
Kettő, hogyha pedig úgy van, akkor ugye for profit módon tudjuk csinálni, tehát még profitálunk is belőle. Ha kettő egyszerre találkozik, akkor ez egy viszonylag jó fajtája az önmegvalósításnak, és egészen korán, tehát hogy 19 évesen belevágtam az első vállalkozásomba. Hozzá kell tenni, hogy 13 éves korom óta a családi vállalkozásban is már aktívan részt vettem, de ez egy termelő vállalat volt, ugye hagyományos termékekről volt szó, én pedig leginkább a digitális szolgáltatások és termékek irányába mentem el, és ha úgy veszük a startup, mint már egy picit elcsépelt szó, a definíciója is tulajdonképpen ez, hogy digitális termék, nagy skálázási lehetőséggel, nemzetközi piacra fókuszáló megoldás. De azért olyan érdekes, hogy... Még így talán meg is fogalmazza magában az ember, de aztán, hogy hogy lesz abból egy konkrét dolog, amit megvalósít az ember, ahhoz lehet az kell, hogy a saját bőrén megtapasztaljon dolgokat. Abszolút. Ugye, ahhoz, hogy ez elinduljon. Igen, ilyenkor mindig őszintén tudom mosolyogni, mert ugye én e-learninggel kezdtem, tehát egyetemistáknak kínáltunk felkészítő kurzusokat, és jó magam is küzdöttem ilyen gondokkal az egyetem első éveibe. Hát ugye ez most nem megyek bele részleteibe, hogy miért, és mindenre kerestünk egy alternatív lehetőséget, és ez volt egy videós e-learning verziója az összes módszertani tantárgynak. Tehát ez egy korepetálás? Korepetálás, hogy sokan nem értik ezt a szót, igen, tudod. De hogy... Magyarul beszélj, hogy értsük. De hogy nem kicsinteném le magát a szolgáltatástól, hogy ez nem csak korepetálás, tehát ez egy ilyen integrált oktatás. Tehát igyekszem. Na, így jobban hangzik, oké. Arról van szó igazából, tök emberi nyelven, hogy ha gondolok egyet, otthon le tudok ülni, laptop, tablet, bármi, felcsapom ugye az eszközt, és tulajdonképpen egy magántanár elemeledik meg az eszközeinken, és úgy tudunk felkészülni ugye a vizsgákra, és én magam is innen vizsgáztam le statisztika. De őrület, és 29 éves vagy, és már... Most igen, akkor még csak 19. És akkor voltál 19, és na jó, hát szóval még ami vár rád. Köszönöm. Bence, azt tudom, hogy 8 évesen kaptál motort, de hát annak már biztos volt előzménye, hogy ez kicsikarja az ember, hogy 8 évesen kapjon egy motor, szóval mikor kezdődött ez benned, hogy érdekel? Ez egy érdekes történet, mert édesapám motorozott én előttem egy jó 10 évet biztos, és hát nyilván kisgyerekként nagy élmény volt vele menni versenyre, és ugye ott figyeltem, de hát ugye elég egy ilyen visszahúzódó kisgyerek voltam, és soha nem mondtam, hogy én motorozni szeretnék. És hát így a család kitalálta, hogy hát nagyon halkszavú, nagyon visszahúzódó gyerek, hát ez, ennek kell venni egy motort, és akkor majd ő motorozgatott a kertbe, és akkor majd egy kicsit így a, de a kertben, az életre. Így van, azt gondolták így a van, kertben. Így van, így indult. És akkor hát kaptam egy motort, elkezdtem motorozni, és ugye az volt a elgondolás, hogy majd kitartást ad, és alázatot, meg minden olyan dolgot, ami a sport magával hordoz, és majd az életbe ezt én tudom hasznosítani, és milyen jó ötlet ez nekem. És hát elindultam az első versenyemen, ugye megkaptam a motort, motoroztam a kertbe egy jó fél évet biztos, elmentünk egy pályára, egész jól ment, elindultam egy országos bajnoki fordulón, és ott egyben harmadik helyen szereztem meg, és hát elindult ez a versenyzés, a következő évben már bajnokságon mentem. Beszippantja ez az ember? Tehát érezted, hogy akkor ez menni fog? Tehát, hogy jönnek a sikerek, és akkor egyre hát többre nyilván, vagyok képes, akarom? Nyilván ez úgy működik, hogy kapsz egy sikerélményt, és akkor hát többet akarsz, mindig többet. És akkor hát benne maradtunk, és eljött az a nagy vízválasztó, hogy kijutottam külföldre, és ott is megálltam a helyemet, így igazából mindenki egy kicsit motivált, tabb lett ezáltal. És hát így indult az én utam. Tudod, hogyha arra gondolok, hogy a kisfiam 8 évesen azt mondaná, hogy vegyek neki egy motort, hát biztos felkapnám a fejem, meg úgy felhúzódna a szemöldököm, és közben meg azt mondják, 8 éves kor már nem is annyira fiatalkor? Igen, manapság most már 5-6 évesen simán motoroznak a gyerekek. Aha, hát jó, ezt a gyerek nem nézi ezt a műsort, hál' Istennek, tehát, hogy ne kérjen még ilyesmit. De hát attól még nem voltál késésben, hogy te ezt 8 évesen kezdted, ugye? Nem voltam késésben, de viszont így abban a kategóriából én indultam legelőször, abban viszont nem voltam fiatal egyáltalán. Tehát, hogy voltak velem ilyen 7-8 évesek, akik mondjuk jobban motoroztak nálam. Ami azért elég meghökkentő, azt így kimondjuk. De hát nyilván nem akkor dől el, hogy kiből lesz motorversenyző, meg kiből nem. Sikerült valamivel többet mutatnom, és sikeresebbnek lenni, és most itt vagyok.
Azért az jutott eszembe, Jóci, amikor itt a tanulásról beszéltünk, hogy vajon te hogyan tanultál abban az időszakban, amikor ugye még a szüleidhez voltál mégiscsak egy kicsit kötve, és gyerek voltál, és egyik helyről utaztatok a másikra, vagy nem is tudom, hogy egyáltalán mennyit voltatok itt Budapesten. Ez neked hogyan működött? Vagy kellett magántanár? Most már könnyebb lenne, mint ahogy látjuk ezt megoldani. Sajnos nem internetes applikáción tanultam. Ez a segítség nem volt, szólhattál volna előtt is. Nem, tehát ugye igen, a folyamatos utazás miatt az átlagos iskolában járással voltak problémák, ezért magántanuló voltam, és magántanár járt mindig, ő is turnézott velünk, és akkor felkészített. Ment veletek, őt vittétek ugyanúgy? Pontosan városról. És fellépett a show alatt, vagy? Neki nem jutott szeret. De ingyen jegye volt az előadásokra. Igen, szóval a tanár is utazott ugyanúgy velünk, és akkor megvolt, hogy minden nap hány órát tanultunk, utána voltak a gyakorlások, és nagyjából ezzel telt a gyerekkorom. Tehát, hogy amíg más iskolába járt hozzám, házhoz jött a tanár nagyjából. Na de hát arra készültél, hogy te is ügyes legyél, és beállj abba a sorba így a 7 generáció által, de azt gondolom, hogy egy jó ideig te sem gondoltad, hogy nagyon fiatalon már egy cirkuszigazgató leszel. Tehát ez... Ez a staféta nagyon gyorsan hozzád került. Igen, ezt én sem gondoltam volna, hogy ez ilyen gyorsan fog menni. De hány éves voltál akkor? 19 éves voltam, amikor a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója lettem. Kossuth Díjas Richter József alapította még 1995-ben, és ő kapott egy másik lehetőséget, és ezáltal kellett, hogy a magánvállalkozásunkat átadja, és így lettem a világ legfiatalabb cirkusz igazgatója. Na figyelj azért! És akkor azt mondta, hogy te Jóci, innentől kezdve én bele se szólok. Vagy azért a mai napig ott az egyik keze, hogy egy kicsit felügyel? Nem, azért ez egy hosszú folyamat volt, tehát ahogy te is mondtad, hogy a vállalkozásban én is már előtte kivettem a részemet, és így szép lassan, egyre nagyobb feladatokat kaptam. Úgyhogy ez egy ilyen természetes folyamat volt, de azért egy nagy kihívás, nyilván 19 évesen 70 embert igazgatni, és több mint 1 kilométer cirkuszszerelvény, tehát itt hatalmas logisztika áll emögött, de azért az édesapám még mindig ott van, és azért a tanácsaival ellát engem. De én úgy gondolom, hogy a sikeremnek a titka az valószínűleg az a picit nálunk is a modernitás, tehát hogy a cirkusz világában is lehet nagyon sok mindent újítani, ugyanúgy, ahogy a közösségi médiában, vagy weboldallal kapcsolatban. Tehát nagyon sok új dolgot hoztunk, ami sikeres, és úgy gondolom, hogy ez is hozzájárult ehhez a sikerhez, ami jelenleg van. De gondolom, hogy az is kell ebben. Hogy kimondva nagyon klassz dolog ez, hogy élére áll valaki. Nehéz dolog ez, amikor az ember egy apuka után átveszi a dolgokat, fiatal, új dolgokat szeretne, vajon mindent meg tud-e valósítani, vagy van egy visszahúzó erő? Mert mondjuk az édesapád félt attól, hogy az bejönne. Egyrészt szerintem nem félt, hanem hogy nem ismerte az újat, tehát hogy amikor én mondtam ezeket az ötleteket, akkor úgy volt vele, hogy hát, ha akarod, akkor csináld, nem sok értelme lesz, de amikor látta a vonzatát, tehát hogy ez tényleg embereket tud vonzani a cirkuszba, és folyamatosan növeljük a nézőszámot, akkor ő is látta a sikernek a titkát, tehát hogy ezeknek az új dolgoknak van értelme. Jön az elfogadás. Na most ehhez képest Tibor, ahogy mondtad, hogy 13 évesen a családi vállalkozásba folytathattad volna azt is, sőt édesapád nagyon is szerette volna. Ez is erő kell, hogy azt mondja az ember, hogy én egy teljesen mást szeretnék csinálni. Ezt ő elfogadta? Nehéz volt ez? Ugye ez valahol úgy lehet megfogalmazni, hogy egy picit visszanyalt neki a fagyi, de pozitívan egyébként, mert ugye egész életében arra nevelt, hogy legyek önálló és álljak ki ugye a saját dolgai mellett, és bár ugye elkezdte az utódlásnak a kinevelését a családi vállalkozásban, de mivel ugye ez 2009-et írunk, amikor elkezdtem az egyetemet, azért akkor a digitalizáció már egyre nagyobb mértékben kezdett fejlődni, és csodás termékekkel foglalkozott apa tényleg. Viszont ugye engem a digitalizáció kezdett el nagyon érdekelni, és mint mondtam, ugye nyitott szemmel füllel jártam az egyetemen, és annyira bekopogtatott az akkori e-learning vállalkozásnak a lehetőségéről, hogy én nem gondolkodtam, és apa volt az első, akinek elmondtam. Egy egész éjszakát fent voltam, számoltam, ez volt az első ötletem, és tényleg imádtam azt, hogy valami van a fejemben, mert eddig csak a hülyeség volt. És ő volt az első, akinek prezentáltam az ötletet, és a mai napig előttem van az a kép, amikor így egyértelműen biccent, hogy ez végre valami értelmes dologgal álltál elő, fiam.
És támogatott benne, viszont nyilván, amikor elkezdett olyan mértéket ölteni ez a vállalkozás, hogy ez most már inkább igényli a nagyobb figyelmemet, és nem tudok a családi vállalkozással foglalkozni, az egy érzékeny pont volt neki. És ilyenkor azt mondod, nincs megállás, tehát sok mindent elértél már most, tehát megvolt az az első, mindig van új ötlet, ez így működik? Nem áll meg az ember, vagy a fiataloknál ez? Ezekre nagyon jó ilyen terminusok vannak, hogy olyan a vállalkozás is, meg a vállalkozó ember, mint egy folyó, hogy soha nem áll meg folyni. És egyértelműen így van. Szóval de vannak... azért tudsz a sikerbe lubickolni, meghagyod azt az időt, mielőtt jön az a következő ötlet? Figyelj, én a sikert azt nem feltétlenül definiálnám így azonnal. Ez egy nagyon összetett dolog, ez egy olyan képlet, amit így nem lehet a boltba megvenni, szóval nem mindig mondom azt, hogy sikeres vagyok, tehát hogy rajta vagyok. De más azon... mondja neked, az is elég, ugye? Igen, egyébként sokszor megkapjuk, de inkább úgy szoktam definiálni, hogy a siker felé vezető úton egyébként, amit nagyon sokan nem tudnak, hogy mi az, arra felé tartunk. De én magamnak elég korán definiáltam, hogy merre akarok elmenni, de nyilván ez nem egy olyan út, hogy nyílegyenes, mert az unalmas. Ez kaskaringós. A Dodge autóknak az a szlogenje, hogy mit ér a cél, ha nem élvezed az odavezető utat, és mi maximálisan így éljük az életünket. Szóval, hogyha egy vállalkozás ötlet felmerül, vagy találkozunk egy olyan problémával, amiben ugye a személyes tapasztalat és a vállalkozói intuíció találkozik, na, abból nagyon jó projektek szoktak születni, és jelen pillanatban ez egy telemedicina applikációt jelent, a DokiUp névre hallgat, ez annyit tesz, hogy orvosokkal vagy pszichológusokkal lehet távkonzultációban, videóhíváson keresztül konzultálni, ha akut panaszunk vagy problémánk adódik. Ez Magyarországon egyáltalán nem szuper létezik, és most jelen pillanatban ezt valósítjuk meg. A te koncentrációd az ott a motoron, az megvalósul, de az egyenes volt, hogy ebből lesz egy profi pályafutás? Ebben a sportban profinak lenni az nem egyszerű dolog. Tehát jelen pillanatban, szerintem Magyarországon jelen pillanatban én vagyok az egyedüli. Ez azért sok mindent elmond, hogy azért itt nem egyszerű érvényesülni. Nyilván ennek a sportnak a hazája, az Hollandia, Belgium, az a térség. Az összes világban jön versenyző, ott él, és ott vannak a kihelyezett központi csapatoknak a székhelye és minden. Tehát, hogy igazából ott van az, ahol lennem kéne, így is mondhatom. Sajnos tehát életvitelszerűen, tehát az lenne jó, ha te ott is élnél. Nyilván, igen. Hát ebben mondjuk egy kicsit el vagyok most már késve, de nyilván amikor beszélgettünk erről a 8-10 éves korról, az lett volna, vagy azután inkább egy pár évre lett volna a lehető legjobb az én pályafutásom szempontjából, ha én mondjuk kerülök oda. Sajnos én nekem a családomnak nem volt olyan lehetősége, hogy ezt megfinanszírozzák, nyilván akkor annyi támogató nincs még, meg hát eleve ez a sport a közmédiából, meg úgy amúgy nem egy túl híres, vagy hogy is mondjam. Nem foglalkozunk annyit ezzel, ugye? Ez érdekes, mert ha kimondom azt, hogy motocross, akkor csomó mindenkinek így felvillan a szeme, és hú, de izgalmas meg minden, de úgy amúgy nem tudja, hogy senki, hogy van egy ilyen motocross bajnokság itthon, vagy bármi, csak úgy tudják, hogy a motocross az micsoda. De ez viszont nagyon jó érzés, hogy mindenkit érdekel ez valamilyen szinten. És hát visszatérve, nagyon nem volt egyszerű, 17 évesen volt az a vízválasztó pályafutásomban, hogy nyilván el kellett volna gondolkodnom, hogy mit szeretnék az életbe csinálni, hogy most vagy megpróbáljuk a lehetetlent időzőjelbe, vagy tovább tanulok, és a tanulás lesz az első számú, és felváltja a motorozást. Szerencsére nem úgy döntöttem. Most mondom, hogy szerencsére, de aztán ki tudja, hogy mi lett volna. De nem bántam meg, abszolút nem bántam meg azt, abból élek, amit szeretek. Vannak itt is nehéz időszakok és nehéz napok, mint mindenhol máshol, de szerintem ez mindenhol megvan. Hát de valamit valamiért, azt így szokták mondani. Így van, ez sokan nem jön. Pontosan, és hát nagyon nehéz azokon a napokon átlendülni, de én úgy gondolom, hogyha valaki elég kitartó, akkor... De most mondtál egy fontos szót, ez a kitartó. Így van. Azt gondolom, hogy ezt már, hogyha hozzuk gyerekkorunkból, akkor ez valahol be tud érni. Ugye? Ti láttátok az egész életetekben, akár a szüleiteknek szerintem munkája kapcsán. A tehetség a legkevesebb, és a kitartás és a szorgalom az kell, legyen az motocross, cirkusz, vállalkozás, tehát a belefektetett munka, én abban hiszek, hogy az mindig megtérül. Tehát szerintem az... De azért egy picit kapcsolódik a motocross a cirkuszhoz is, ugyanis hogyha esetleg már egyszer abba hagyod a profi versenyzést, akkor talán még a cirkuszban Várnok is nem. Várnok szeretettel.
Na de figyelj, itt van egy nyomtató, most mindig kinyomtatjuk a szerződésedet azonnal. De most ugye viccelünk, de ugye nagyon akarod. Pont beszéltünk a modern társadalomban. Hát egy jó tírtok igazgató gyűjti az embereket nem, időben. Tehát pont idén van egy fantasztikus világszám tulajdonképpen, ahol több mint 20 métert repülnek freestyle motocrossosok, ami ugye hát a... Kapcsolódik, igen, kapcsolódik a sportomhoz. Igen, ebből a sportból kezdik, és utána nyugdíjas korukban majd megtanulnak különböző trükköket, és akkor fellépnek a cirkuszba esetleg, úgyhogy... Ja, megvan Travis Pastrana a telefonszáma, majd nem tudom. Oké, de a gázsért meg te fizeted. Felesmet, de akkor a bevételt is osztjuk. Erről még beszélünk. Egyébként még annyit szeretnék hozzátenni, hogy a Bencével beszélgettünk arról, hogyha majd kiöregszik a sportból, durván 30 évesen. Mert 30 évesen kiöregszel a sportból? Hát körülbelül az átlag, hogy ilyen 34-35 éves korig lehet ezt csinálni. A sok sérülés és a rendkívüli megtartás miatt nyilván nekünk márciustól októberig tart egy szezon, tehát ez nagyon, nagyon sok verseny, 28 verseny, és ezt ugye Csehországba, Németországba, Franciaországba, hát mindenhova megyünk. Vagy. Itt a szezon közepén. Igen, az a baj, igen, hogy, hogy megint kezdet foghatunk, mert ugye lovasakrobataként is 30-35 év után lehúzzák a rólót. De neked már ott a cirkuszigazgatóság, neked már megvan az utat, de Tibor nem hagyja alatt befejezni. Mit tudnál kezdeni a cirkuszban? Nem szeretik valamit. Valamit találjunk. Most mi panaszkodunk, hogy mi kiöregszünk, te nem fogsz a vállalkozásból kiöregelni. Ez meg nem igaz, szóval pont azt akartam mondani, hogy ha a Bence felakasztja ugye szögre a csizmát, akkor továbbra is tudom motocrosszal foglalkozni, de nekem mondta, hogy szeretne vállalkozni. És a kettő szerintem tök jól össze lehet vegyíteni, mert tessék, ott van a piaci probléma, hogy van egy szupersportág, ami tök izgalmas, de nem ismeri a közönség, és nincs belőle akkora show csinálva, mint mondjuk egyéb látványsportból csináltak ugye showt. Igen. Biztos vagyok benne, hogy a motocross futam is van olyan izgalmas, mondjuk, mint egy vízilabda meccs. Most nyilván nem fogom a kettőt összehasonlítani, mert egy tradicionális sportról van szó, de egy tökéletes vállalkozási alap, mert te valószínűleg nálad jobban nem ismeri senki a motocross világát, és az, hogy akkor erre létrehozni egy olyan projektet, hogy szeretessük meg az emberekkel, legyen belőle egy for profit vállalkozás, és járjanak ki foci meccs helyett az emberek motocross versenyre, akkor... Most nem lettél túl népszerű. Lehet. Azt hiszem, hogy lesz miről beszélgetni a műsor végén. Ilyenek az igazi egymásra találások, aminek én nagyon örülök. De azért valamit valamiért, és most arra gondolok, hogy neked is akár, meg neked is, Joci, például a sérülések is közben szólhatnak. Meg hát az embernek most úgy tűnik, és olyan ideálisan beszélünk erről, és még fiatalok vagytok, de a fiatalkorotok ellenére is azért itt nem csak mindig fölfele menet van, igaz? Mert az emberek azt hiszik, hogy ez egy ilyen álomszerű, és közben nem. Benned hány csavar van? Én így nem vettem meg kérdőt. Vagy így az életem. Benne most három. Három? Három. Benne most három. Itt az alkalom, tehát ugye ezek a sérülések. Bennem csak kettő, de még bennem is van. Tényleg? Mit csináltál? Van egy titkos képesség. Annyira nyomtam az engeret, hallott, hogy ketté tört az ujjam. Én versenyszerűen tekvandóztam nagyon sokáig. Országos bajnok vagyok egyébként. Hát akkor gratulálok. A sokszínű egyéniségek és a sport összeköt benneteket szóval. Komolyra fordítva, hogy ez legyen motocross vagy lovasakrobata, tehát hogy ezekben azért benne van a pakliban a sérülés, nem? Tehát, hogy amikor elmész egy versenyre, vagy mi egy produkciót bemutatunk, akkor azért tehát nincs hibátlan ember, mindig van egy pillanatnyi fázis kiesés, amikor az ember nem azt a mozdulatot teszi, amit kellene, és itt nagyon komolyan megvan a hatása utána sajnos, ami akár egy alkartöréssel járhat, vagy bokaficam, vagy nem tudom, hogy nektek mi van. Igen, én mondjuk erről sokat tudnék mesélni, csak azért nem szeretek erről beszélni, mert amikor szóba kerül a motocross, akkor a másik, ami mindenkinek eszébe jut, az, hogy ez mennyire veszélyes dolog. Nem is amiatt kérdezem én, tudod, Bence, hanem amiatt, hogy soha nem fordult-e benned át, hogy akkor ezt most akárhogy az abba hagyni. Tehát, hogy tényleg ez a kitartók, amit te is mondtál egy szó, vagy ez a kitartás, ami nagyon kell, hogy ez íveljen felfele ezek ellenére is. Én azt szoktam mondani, akiben ez átfordul, annak ott van vége a karrierjének. Tehát, hogy az biztos, hogy nem fog tudni úgy teljesíteni azután, például egy ilyen sportba, mint előtte. És valamiért engem soha nem viselt meg semmi, pedig aztán nagyon komoly sérüléseim voltak, tehát hogy a csuklom nekem is annyira széttört egyszer, hogy 20% esélyem volt arra, hogy megfogjak egy kés, nem hogy motor kormányt. És akkor is azt mondtad, hogy én fogok odaülni és csinálom tovább? Nem volt kérdés. Nem volt kérdés, egyértelmű volt az, hogy én azért fogok küzdeni a műtét utáni első nap, hogy minél előbb visszaüljek, és egy hónap múlva motoroztam.
Nálunk meg ugye azt mondják, hogy ha leesel a lóhátáról, akkor vissza kell ülni rá, és ez szó szerint igaz nálunk. Tehát, hogyha az ember lepottyan, akkor muszáj, hogy visszapattanjon. Ezek ezzel járnak. Kitekintés ugye a vállalkozás világába, mert ugyanúgy egyébként ráhúzható ez a terminológia. Ugye, hogy ott nem leesünk alulról, hanem mondjuk egy projekt bebukik, vagy veszítünk, vagy bármilyen olyan kihívás ér minket, ugye az biztos, hogy a vállalkozások esetén nagyon sokszor lesz lent. Nekem szerencsére, idézőjelben szerencsére, az első projektem sikeres volt, de hát ugye szoktuk mondani, hogy amit megkeresünk pénzt, azt mindig elbukjuk valami másba, de azokról ugye nem beszélünk, mert az senkit nem érdekel, viszont most már egyre inkább képbe kerültek ezek az ilyen kudarc konferenciák, így hívják. Ahol a kudarcaidról mesélsz, és akkor tökre inspirál másokat is, hogy nem csak te vagy Béla, hanem ő is. Jön most egy fiatal hölgy története, de ma is van játék. A kérdés pedig, milyen díjat nyert 2018-ban ifjabb Richter József és felesége a 42. Monte Carlói Nemzetközi Cirkusz Fesztiválon. Küldjék el a helyes választ a játékukat ridikulmagazin.hu e-mail címre, tudják a határidő pénteken, évfél, és amiért érdemes játszani, egy fél éves ridikulmagazin előfizetés lehet nyerni. Szóval érkezik a meglepetés vendégünk, aki már a gyermekkorát is egy aranyműves műhelyben töltötte, és a játék szerei babák helye gyöngyök, meg drága kövek. Jöjjön meglepetés vendégünk, Kós Lili ékszertervező. Milánóban, Londonban és Ausztráliában tanult, New Yorkban dolgozott. 23 évesen létrehozta saját ékszermárkáját, melynek kollekciói aranyból és drága kövekből készülnek. Fogadják őt nagyon nagy szeretettel. Lili, így már érthető, hogy honnan jön ez a szerelem? Tehát a kérdés nem kell föltennem, hogy alapvetően mi indított el az ékszerek szeretete mellé, de valahogy te nem elégedtél meg azzal, amit családilag kaptál, ugye? Valahol már mindig előrébb járt a gondolatod, hogy mi szeretnél lenni. Hogy kezdődött? Hát igazából már ugye a családomban már a dédnagymamám is még a Gosdú udvarban vésnökmester volt a háború előtt, és akkor a családom folytatta tovább az ötvös mesterséget, de én mindig is külföldön akartam élni, már gyerekkoromban nagyon szerettem volna valahova eljutni, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor érettségi után ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy a tanulmányaimat külföldön kezdjem el, és akkor így először Londonba mentem, egy gyémánt szakértői diplomát szerezni, és utána pedig Ausztráliában éltem, ahol tovább folytattam, és az ékszer szakmába tanultam, és dolgoztam. De azért nem is akármilyen iskolák ezek. Mennyire lehetett neked saját döntésed? Tehát a család egyáltalán örült, nem akart úgymond a kaptafánál megtartani, hogy jó, ez a szakma érdekel, de Lili, ne álmodjál már akkorákat. Hát szerintem ők pont, hogy nem akarták, hogy ebbe a szakmába induljak el, tehát nem szerették volna, hogy művészeti vonalra menjek. De alaptanulmányaid nem is ez irányba, tehát te lehetnél más is, ugye fogalmazzak így is. Igen, én is van egy gazdasági végzettségem, mert hogy a családom ragaszkodott hozzá, művészeti suliba nem engedtek, és hogy akkor legyen valami normális diplomát, kislányom. Úgyhogy, és akkor elvégeztem ezt az iskolát, de már végig valahogy mindig az ékszer szakmával kötöttem össze, tehát a diplomamunkámat is a gyémánt bányászatról írtam, meg szóval valahogy mindig megtaláltam ezt a kapcsolatot, és akkor egy pár évig dolgoztam a szakmának különböző részein, és utána döntöttem el, hogy engem kifejezetten a kreatív tervezés érdekel. Most közben, bár te ülsz legmesszebb tőlem, de nézem a kezedet, a füledet, a nyakadat, mert én gondolom, hogy egy ékszertervező a saját ékszereit hordja, de annyira kis finomságokat veszek szinte csak észre, ez neked fontos? Mert ugye azt gondolom, hogy az ember, aki gyémánttal foglalkozik, majd bejön, szép nagy gyűrűk mutatja, és téged egy nagyon finom elegancia jellemez. Ez a Lili? Igen, szerintem nagyon fontos, hogy azt hordjam, azt viseljem, ami engem, tehát amiben komfortosan érzem magam, ugyanis sokan a rajtam lévő ékszereket vásárolják meg, vagy olyat szeretnének, mert szerintem látszik ez a kisugárzás, hogy szeretem őket hordani, passzolnak hozzám, és ami most mondjuk divat is, ezek a nagyon letisztult, minimál ékszerek, én azzal tudok a legjobban azonosulni. Igen, amikor azt mondod, hogy ez a divat, akkor azért én azt gondolom, hogyha például egy egyedi tervezésről van szó,
ismerni kell azt a másik embert. Ismerni kell, hogy hol hordja, hogy egy művész mondjuk a színpadon veszi fel, szóval ilyen szempontból egy kicsit pszichológus is vagy? Hát azt mondom, hogy inkább a megérzéseimre hallgatok, de nyilván például terveztem egy magyar opera énekesnőnek egy ékszer kollekciót, nyilván ott fontos szempont volt, hogy ő ugye a színpadon viseli rendezvényeken, hogy mutatósabb darabok legyen, plusz az, hogy a formavilág őt jellemezze. Akkor van, amikor divattervezőknek terveztem, különböző, most volt például egy amerikai hölgy, aki szintén nagyon sok rendezvényre jár, és ilyen nagyobb darabokat szeretett volna, amik feltűnőek, úgyhogy igen. És hol inspirálódik az ember? Hát ez egy kreatív munka, és el sem tudom képzelni, hogy milyen maga az alkotó folyamat, mire aztán az a kész termék már ott van a kezedben, tehát te úton, útfélen inspirálódsz? Igen, ez egy ilyen teljesen, nem úgy működik, hogy akkor most leülök, és akkor most inspirálódok. 2 órán van arra, hogy valamit alkossak. Hanem van, amikor 1 perc alatt valamiről eszembe jut, egy formáról eszembe jut egy ékszer, hogy hú, az milyen jól mutatna egy nyakláncként, vagy fülbevalóként. Szerencsém van, hogy sokat utazhatok a munkám miatt, és sok mindent látok, múzeumok, kiállítások, épületek. Tehát ez a mozgalmasság nekem nagyon, nagyon sokat számít. Tudom, hogy nem igazán szereted most ezt a szót, hogy még egyszer azt mondom, hogy siker, de azért ültök itt, mert azért mind a 4 sikeres fiatalok vagytok. De az ember ilyenkor nagyokat mer álmodni, vagy mindig kicsiben kell gondolkozni, és lépegetni előre? Hát ez egy jó kérdés, nem tudom, én gyerekkorom óta az volt az álmom, hogy a Monte Carlo Cirkusz Fesztiválon ugye az Aranybohóc díjat elnyerni, ez a legnagyobb kitüntetés egy artistának, amit elérhet, és én gyerekkorom óta arra készültem, és hittem benne, hogy ez egyszer sikerülni fog, és hál' Istennek sikerült, tehát hogy ezért mondom mindig, hogy a befektetett munka az megtérül, mert nagyon sok vér és verejték folyt, ameddig ezeket eljutott az ember arra szintre, amire szeretett volna szerintem. Szerintem ez egyértelműen úgy működik, hogyha az ember tudja magának definiálni a nagyon távlati célt, az tök szuper, de mindenféleképpen kellenek a pici mérföldkövek, mert egyszerűen így működünk, hogyha huzamosabb ideig nincs sikerélményünk, akkor el fogjuk veszíteni a motivációt, nyilván embere válogatja, hogy ki mennyire tudja megtartani, de hogyha a kis mérföldköveket tudjuk szépen leírni, és akkor azokat teljesítjük, úgy a hosszabb távú cél is nagyon hamar meg lesz. Ugye ismerjük Maslownak a szükséglet piramisát, ezt közgi egyetemeken megtanítják, és ennek a csúcsa az önmegvalósítás. A legalsó szint ugye a fiziológiai szükséglet, hogy együnk, ígyunk. Bár mondják, hogy manapság már kiegészít plusz 2 szinttel, az egyik a wifi, a másik meg az akkumulátoridő. Tehát amikor tudod, 3%-on van a telefonod, akkor te is ilyen fáradt vagy. Na mindegy. És ugye nyilván a csúcsa az önmegvalósítás, és ez mindenkinél más jelent. Valakinél egy sportolói karriert, egy menedzser karriert, egy non-profit szervezet, vagy bármit. Azért járunk iskolába, azért barátkozunk emberekkel, azért megyünk egyetemre, hogy folyamatos impulzusok érjenek az irányába, hogy mi kitaláljuk magunknak, hogy mi ez az önmegvalósításnak a tárgya. És hogyha az megvan, akkor onnantól kezdve tudatalatti szerintem úgy fogunk építkezni, hogy afelé tartunk apró lépésekben. Én is hasonlókat tudok elmondani. Tehát amikor én először elkezdtem motorozni, akkor én világbajnok szerettem volna lenni minden áron. Aztán nyilván nőttem is rá, és abban kezdtem látni ezt az egész sportot, meg egész odavezető utat. És hát nyilván nekem voltak korlátaim, és onnantól kezdve viszont mindig magam elé helyeztem valamit, amit el szerettem volna érni, és általában sikerült is. Azok hatalmas motivációt adtak ahhoz, hogy mindig lépcsőről lépcsőre tudjak ugrálni. Az én sportomban nagyon-nagyon fontos az, hogy ne akarj mindent azonnal, mert akkor az van, hogy akkor nem 3 csavar lenne bennem, hanem valószínűleg 13. Bizony. Mert gyorsan... Most tényleg pont azt mondtam. Hirtelen így nem is értem a térzásért. Szóval szépen fokozatosan kell felépíteni egy ilyen sportolói karriert. Szerintem ez elég sok sportban igaz meg, hát hogy így sok minden máshoz is. Lili? Én abszolút egyetértek ezzel, hogy kellenek az álmok hosszú távon, és kell a mindennapi terv, és nagyon sokszor hallom, hogy ezt nem lehet, meg úgyse lehet, meg úgyse fog, tehát hogy egy ilyen nagyon erős hit kell ahhoz, hogy az ember keresztül is vigye ezeket az álmokat. Szerintem kell az, hogy mindig egy picit előre nézzünk, és magasabb
tehát hogy nagyobb dolgokról álmodjunk. Azért ahhoz, amivel ti foglalkoztok, ahhoz rengeteg időbefektetés is kell, meg hát egyáltalán mentálisan ott lenni. Nem érzitek a hétköznapokon, hogy úgy valami kimarad? Mert azt érzem, hogy te is mondtad, hogy ezért nincs szabadidő. Most erre emlékszem, amikor kérdeztem az egyensúlyt, hogy az egyik nincs meg a másik nélkül, de akkor közben meg nem jut semmire idő. Én az ősz hajszálokon mérem ezt a dolgot, tehát hogy mindig nézem magam a tükörben, és akkor hopp, még egyet több. Nem látunk egyet sem. Tehát alapvetően szerintem, ha vállalkozásról beszélünk, akkor ott, tehát egy 70 ember van egy cirkuszban, ami szokták mondani, egy nagy csapat. És én mindig azt mondom, hogy a turné elején mindenki szeret mindenkit, és így szép lassan-lassan a konfliktusok azért kijönnek az embereke. Tehát például egy cirkusz igazgatónak egy pszichológusi feladatokat is el kell látni. Tehát, hogy olyan szép lenne az élet, hogyha mindenen egyszerűen menne, de nagyon sokszor az emberekkel a legnehezebb együtt dolgozni. Tehát az, hogy a Pista néni, a Mariska nénivel működjön együtt, és a showban ne legyen azért, mert ők tegnap összevesztek, attól függetlenül a közönség ugyanazt az előadást lássa. Ezen nagyon sokat kell dolgozni, és ez elég sok energiát felemész. Nem tudom, hogy te dolgozol-e emberekkel. Általában igen, tudod, tehát ugye... Azt hittem, hogy ezt is már digitalizáltad, csak a számítógép előtt is. Ha ezt elmegsorozni, akkor is egy ilyen képzeletbeli baráttal sorozok meg robotokkal. Na jó, de nálad is ugyanúgy, ahogy a Bencénél is, hogy nem mindegy, hogy azért mikor megy el, meg nálad is egyetemen nem volt mindegy a magántanár miatt, hogy mikor megy el buliba, mikor megy el szórakozni, ez egy nagyon feszes dolog, mert másnap akkor te nem tudsz ott a porondon úgy igen, működni, igen. És akkor jön a baleset, meg akkor már jön a 14. csavar. Tehát, hogy... Köszönöm. Tehát, azért ezt neked nagyon tudatosan kell látni. Szerintem mindannyian nagyon fiatalok vagyunk, és talán mondhatom, hogy lehet, hogy ez a sikerünk titka, hogy ez talán sok emberben később jön az a tudat, hogy akkor most nem megyek el bulizni, mert nekem holnap ezt és azt kell tennem. Szerintem nagyon sok fiatal úgy van vele, hogy nem érdekel, egyszer élünk, elmegyünk, élvezzük az életet, de ugye annak meg a fekete leves jön a de azért nem mondtad, hogy nem próbáltad ki. Hogy most attól, mert... Annyira nem, tehát... Részben. Nem teljesen. Szóval kipróbáltad? Nem teljesen. Nem teljesen értek egyet, viszont nálad nyilván meg a Bencén is valószínűleg hatványozottan igaz, hogy másnaposan meg ilyen verzióban nem állunk ki ugye a porondra, mert az életveszélyes is lehet. Viszont az, hogy ha valaki azt mondja, hogy nekem nincs semmire időm, annyit dolgozok, ott valamit rosszul csinál. Pontosan, oda kell te, ahol digitalizálja. Egyébként nem visszatévesztendő az én tevékenységem csak a digitalizációval, mert nagyon fontos terminológiák, metodológiák vannak. Eznek meghatározott folyamata van, hogy milyen hatékonysággal építünk egy vállalkozást. És én tipikusan úgy működök, hogy intuitív gondolatok, érzések, ha jönnek, és mondjuk meg szeretném csinálni, és magamat gátolom meg abba, hogy ezt megcsinálhassam, akkor a produktivitásom biztos, hogy csökkenni fog. Leginkább a munkavégzés szempontjából nyilván voltak olyan napok, amikor 12-14 órát dolgoztunk, de nagyon sokszor megesik az, hogy nekem sokkal inkább kedvem lenne elmenni a barátaimmal mozi, vagy valamit csinálni, akkor inkább megcsinálom, mert ha nem csinálom meg, akkor ezek gyűlnek, tudod, és egyszer kirobbannak. Nyilván most én is egy picit túloztam, hogy jó, nincs szabad időm, de ezek fontos dolgok nyilván, hogy de az embernek legyen. De tudatosan kell ezeket így, Lili. Hát én valahogy így a kettő között tengelyen mozgok. Nekem is nyilván ahhoz, hogy legyen inspirációm, meg kedvem, nagyon sok hosszú órákat dolgozok, tehát vannak napok, amikor 12 óra munka van, ugyanis nagyon sok folyamatot én tartok kézbe, tehát a kreativitástól, a gyártáson át, a vevőkkel való találkozót, a marketinget, tehát nagyon sok mindent csinálok egyszerre, és nagyon különböző koncentrációt igényel. De ezt valahogy ellensúlyozni kell, vagy sporttal, vagy barátokkal, vagy utazással, ugye? Mert igen. Neked az nagyon bejött, hogy igen, amellett, igen. Hogy az ember abban kikapcsol, azért felészed egy csomó impulzust, amiből tud meríteni. Abszolút. Valamikor besokol az ember, én úgy gondolom, legalábbis nálam mindig úgy van, hogy egy kicsit sok körülöttem, minden nagyon fáradt is vagyok, semmi nem jön össze, úgy érzem, és akkor adok magamnak egy napot, na most oké, egy napot feltöltődök, mindent csinálok, ami nem motor, nem edzés, semmi ilyesmi. Meg a fűnyírót se indított be, van, az is egy ütemi hangja. Így van.
Így van, direkt elektromosat is vettem. Még az is nyugodt körülmények között meg tudjam csinálni. Visszatérve, tényleg. De neked ezt muszáj is beütemezni. Muszáj, tehát ez nem csak a te döntésed, hiszen igen. Hogyha te fáradtan ülnél a motorra. Az edzőjén nem így gondolják, hogy mindig akkor, amikor én érzem, de komolyra fordítva a szó, tényleg kell. Tehát, hogy muszáj egy kicsit kikapcsolni, feltöltődni, és nem is feltétlen az, hogy fizikálisan vagyok elfáradva, hanem az, hogy kicsit a fejem is tisztuljon, és egy ilyen nap után sokkal nagyobb lendülettel kezdem el nyilván azt a következő pár feladatot, ami előttem áll. Szerintem, ami még nagyon fontos, és amiről nem beszéltünk mégis, és az legyen az egy vállalkozás, sport, bármi, ami nagyon fontos, a háttér, tehát hogy legyen egy család, ami támogatja az embert, vagy egy nagyon jó csapat egy vállalkozásba. Tehát, hogyha van egy jó csapat, akiket jól fel van építve, mindenki tudja a dolgát, akkor tényleg az embernek sokkal több szabad ideje van, akár ugye üzletvezetőként is el tud menni az ember, mert tudja, hogy azt a munkát valaki el fogja végezni, illetve a család, hogy egy biztos háttérből jön az ember, tehát szerintem ez nagyon fontos. De ha már te szóba hoztad, hogy család, és ugye alapvetően azt a jó kis díjat is azért a feleségeddel kaptad, tehát titeket a munka is összeköt. Igen. Ez azért nehézség is, nem? Amikor így nagyon sokat van az ember együtt, vagy éppen szakmázik otthon, hát és nem tud ebből kikapcsolni. Ugye mások elmennek dolgozni reggel, ledolgozzák a 8-10 ötöt, de hazajönnek és találkoznak. És örülnek egymásnak, igen? Igen. Mi meg egész nap örülünk egymásnak. Jól van, akkor ez a lényeg. Most megtettek egy család fontosságát, most lemondanám. Szokták kérdezni, hogyha mi a produkció közben összeveszünk, akkor is kapok vacsorát. Idáig még kaptam, lehet, hogy ezek utána nem fogok. De nem, tehát, hogy mindennek van előnye és hátránya is. Nyilván mi egy sokkal szorosabb kapcsolatban vagyunk, mert ugye a munkánk is összekötés, és a feleségemnek néha a testi épsége múlik azon, hogy én hogyan tartom őt a lóhátán. Tehát, hogyha mondjuk előtte való nap én bulisztam volna, és én lejtem őt, akkor ugye ott probléma, tehát nem csak a saját testi épségemről. Az biztos. Tehát, hogy ezek nagyon fontos dolgok szerintem. Azért ez olyan jól hangzik, és biztos, hogy ti is jól érzitek magatokat a bőrötökben, de az embernek vannak irigyei. Főleg ilyen fiatal korban el tudom képzelni, amikor az egyik sikeres, a másik még ott van, hogy elvégeztem akár egy egyetemet, de nem tudom, hányan vannak, hogy nem tudom még mi akarok lenni, mihez kezdjek, és nem pattan ki a fejükből az az ötlet, amin el tudnak indulni, és keresik az útjukat. Észlelitek, tapasztaljátok? Ha igen, akkor meg az ember ezzel mit kezd? Hát én sok embertől hallom itt körülöttem, hogy jaj, de jó, hogy te ennyire tudod, hogy mit akarsz. Érettségi találkozón szokott ez előjönni, nem? Leginkább, hogy ki mire vitte. Mondjuk pont a gimnáziumi osztályom elég kreatív szakmába dolgozik majdnem mindenkit. De amúgy igen, sokan nem találják a helyüket, és akkor nyilván meg jaj, biztos milyen könnyű, csak ilyen csillogó ékszerekkel vagy körülvéve, könnyű munkád van, de aztán nem gondolnak bele, hogy ez mit jelent ezt felépíteni, meg kezelni, meg ezt. Igen. Egy kicsit máshonnan közelíteném meg. Van az, aki tényleg a puszta rossz indulat szól, vele nem tudunk mit kezdeni, ráhagyjuk. Viszont van az, aki irigy, de valószínűleg azért, mert ő is szeretne valami hasonlót, és nem feltétlenül csak a rossz indulat szól belőle, és mi erre nagyon sok programot hoztunk létre. Volt több non-profit mentor programunk, tényleg. Kifogyhatatlan, nem? Mindent akar csinálni. Nem figyeltél, a lényegre, Joci, non-profit, tudod, az azt jelenti, hogy bevétel nélkül. Majd a következőnél. Szóval, de tényleg, itt az történt, hogy Y-generációs vállalkozók összeálltunk, és csináltunk egy olyan programot, hogy bárki jelentkezhet, aki szeretne valamilyen álmot, projektet megvalósítani, tényleg mindennel, és mi tudunk dedikálni melléjük mentorokat, akik ebben segítenek egy fél éves periódusban. Ez 3 évadot élt meg, és több mint 2000 fiatal jelentkezett hozzánk. Tehát velük tudunk mit kezdeni. És akkor ez volt a szűrője neki, a töltsérje, aki ide esik be, lehet, hogy előtte így volt, de úgy jön ki, hogy akkor ő is megvalósíthatott valamit, szóval ennyit tudunk mi hozzátenni. Igen, de a te szakmádban lehet, hogy ez... De most gondold el erre, se ideje, se kapacitása például a Bencének, hogyha érjek. Ő most koncentrál arra, ami van, meg nem is ez a szakterülete, hogy ezt így megoldja, és mégis el kell viselned. De én azt szoktam mondani, hogy addig jó, amíg irigyek vannak, és nem sajnálják az ember. Aha, tehát, nagyon jó. Akkor ugye... Tehát, hogy mondjam, aki sikeres, annak mindig lesznek irigyei. Tehát ezzel együtt kell tudni élni, szerintem.
Igen, de amúgy én most elkezdtem egy új dolgot, egy YouTube csatornát csinálni, ahol ilyen kis videókat rögzítek arról, hogy egyrészt, hogy miért ezt a szakmát választottam, hol tanultam, mit csináltam, meg szeretnék csinálni effektíve olyan videókat, ahol így kvázi tanítani tudom, akit érdekel, mondjuk az ékszerfestés, hogy hogyan kell ilyen illusztrációkat festeni. De ezzel magad köré tudsz akár egy csapatot is gyűjteni, tehát ennek igen, van az a fajta célja is, hogy te megtaláld magad köré az embereket. Abszolút, meg aki azért ír így, mert így misztifikálja ezt a dolgot, kicsit jobban belelát, és talán jobban megérti, hogy ez miből is áll. Én főleg így Magyarországra kivetíteném ezt, hogy itt a magyar mentalitás valamiért olyan teljesen más a külföldiekhez. Nekem van francia csapattársam Csehországban is, ő vele úgy, hogy megyünk a bajnoki címért, meg tudjuk beszélni azt, hogy a pálya melyik részén kell vigyázni, mert ott mondjuk veszélyes. Magyar versenyző meg valamikor nem köszön a depóba, tehát hogy odáig se jutunk el, tehát hogy ilyen szinten van a kettő, szóval ez így nagyon fura erre kivetítve szerintem. Le tudod ezeket vetközni? És ott hagyod? Mondjuk akár egy ilyen, hogy nem muszáj, köszön? Muszáj, sajnos, ha ez így benne maradna, akkor nagyon bántani, és valószínű, hogy ez így kihatna a teljesítményemre. De valami szerintem egész jól tudom ezt kezelni, és ezt én is úgy csinálom, hogy inkább elengedem, és meg se hallom, és nem veszem fel, mert nem tudsz szerintem olyan sok dolgot ebben kezdeni. Na most úgy érzem, hogy soha nincs megállás, ne is legyen, és még legyen sok sikeretek, de azért azok a kis lépcsőfokok az életetekben, kinek mi a következő. De lehet nagy álmot is mondani. Van most? Hát ugye, mint cirkusz igazgató, az mindenképpen az, hogy ugye most idén 25 éves a Nemzeti Cirkusz, és nagyon szeretnénk azt, hogy ez tovább szárnyaljon, és legalább még egyszer ennyi évet megéljen. Aktív artistaként pedig, most januárban lesz Budapesten a Nemzetközi Cirkusz Fesztivál, amire a feleségemmel együtt készülünk, és ott ismét megmérettetjük magunkat, úgyhogy ez a két cél lebeg előttem, és ezért dolgozunk most. Rövid távon állunk egyértelműen a telemedicina applikációnak a felfuttatása. Hosszú távon viszont abszolút úgy állok hozzá, mint eddig is, hogy nagyon sok projektet végeztünk már. Az a lényeg, hogy olyan dologgal foglalkozzunk, amit szeretünk, tényleg úgy kerülünk fel reggel, hogy az nem munkának fogjuk fel, és motiváltan. Nekem ez valószínűleg személyiségemből fakad, hogy ez azért kell, hogy 3-4 évente váltsak projektet, hogy ez megmaradjon. Engem például kifejezetten érdekel a tengerbiológia, a cápák világa, az autóversenyzés, ezt sorolhatnám a végtelenségbe. Ugye Schwarzenegger szoktam mindig példának felhozni, ő egy életében 4 területen ért el világszinten kimagasodó, hogy a politikus, filmsztár, testépítő és vállalkozó. Tehát, hogy egy élet bőven elég arra, hogy számtalan területen kimagasló eredményt érjünk el, és nem ez a teljesítménykényszer alatt vagyok, hanem az, hogy élvezem, amit csinálok, és úgy kelljek fel reggel, hogy megérte. Nekem is van rövid távú célom, meg hosszú távú is. A rövid távú célom az most pont hétvégén lesz az utolsó cseh bajnokságom, amit vezetek 2 darab ponttal. Azt szeretném megnyerni, akkor élnek az első magyar, aki megnyert ezt a bajnokságot. Ez a rövid távú célnak mondanám, a hosszú távú célnak pedig azt így, hogy pontosan egy másik területen is legyek valamiből sikeres, mert szeretnék egy kicsit eltávolodni így a profi pályafutásom után a sporttól, és van pár terület, ami érdekel engem. Itt lehet, hogy úriemberrel lehet, hogy beszélgetni fogok itt az adás végén. Mind a kettőnyükkel van. Igen, mind a kettőnyükkel. Azt meglátom, hogy melyik lesz a jó válasz. Két szerződés köszönöm. Ki ajánl jobban. Licitálunk meg. Lili? Nekem szakmailag elsősorban az, hogy több külföldi országba tudjam értékesíteni az ékszereimet, meg hogy felépítsek egy olyan háttért, olyan szakmai profi csapatot, akik kicsit automatizálják a gyártást, és többet tudok a kreativitással foglalkozni, tehát hogy többet tudjak, nem tudom, festeni, meg új ötleteken gondolkozni, új technológiákat megvalósítani, ilyesmi.
Örülök, hogy megismertelek benneteket. Tehát egy jó ízű beszélgetés volt, a legnagyobb öröm pedig, hogy egymásra találtatok, és még lehet, hogy valami ebből is kisül. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Tudják, napi témáikkal kapcsolatban érdekes cikkeket találnak a Ridicule.hu oldalon. Viszontlátásra!